Ez egy drón, amit a mezőgazdaságban lehet használni. Például növényvédőszert lehet vele célzottan csak a szükséges területre kijuttatni. Ma már a technológiai eszközök a modern agrárgazdaság részét képezik, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Olyan korszerű technológiák jelentek meg, amik ipar 4.0-ások, mesterséges intelligenciát használnak, szenzorosak, kamerarendszer, ez már gépipar, elektronikai ipar, ipar 5.0, kommunikáció, IT. Az agrárium elképesztő tempóban és nagyon intenzíven magáévá tette azt, hogy diverzifikáltan kell gondolkodni, és ez a diverzifikáció a szektoron belül megvalósult, úgyhogy szerintem erre kell fókuszálni. Ezért fontos, hogy a különböző iparterületek, ágazatok és az agrárium között legyenek találkozási pontok. Baranya gazdaságában fontos a mezőgazdasági termelés, ezért kell az ipari szereplőket és az agráriumban tevékenykedőket szakmai találkozókon összehozni, tudtuk meg a főtitkártól. A térség jövőjét alapvetően a gazdaság határozza meg, aminek szerves részét alkotja az agrárium és az élelmiszeripar. Évekkel ezelőtt az Agrárkamara elnöke Rittlinger József meghívott minket az általa létrehozott agrárkerekasztalba, és az agrárkerekasztal, ami a szakmai szervezetek, a kamarák, közintézményeknek egy rendszeres találkozó helye az agráriumot érintően. Az agrárkerekasztalban merült föl, hogy csináljunk egy olyan szakmai rendezvényt, ami nem kiállítás, nem a lakosságnak szóló bemutató, hanem a legnagyobb, legmérvadóbb agrárgazdálkodóknak egy olyan találkozó pontja és találkozó helye, ahol nagyon rövid szakmai előadásokat követően lehetőség nyílik, a lehetőségek, az innovációk és akár a problémák a közös azonosítására. Erre nyújtott remek lehetőséget a Baranyai Agrárnap, értékelt a helyi iparkamara főtitkára. Az eseményen, amit augusztus utolsó péntekén rendeztek, előadások, pódiumbeszélgetések, kötetlen találkozó várta a vendégeket.